Állati zenék 2 címmel ifjúsági hangversenyt adott a Kró Szimfonikus Zenekar a Műpa Fesztivál színházában. 3 évvel ezelőtt járt a Kró Szimfonikus Zenekar először a Műpa Fesztivál színházában, akkor egy más jellegű műsorral, barokk táncokat hoztunk a Táncművészeti Egyetem hallgatóinak közreműködésével, valamint Kodály Hári Jánosát játszottuk. Tavaly indult az Állati zenék sorozat. Kinek az ötlete nyomán? Ezt a címet a Műpa adta. Saint-Saëns állatok farsangját játszottuk ezen a koncerten többek között, és az idén kézenfekvőnek tűnt, hogy tartsuk meg ezt a jópofa és frappáns címet, így most Állati zenék 2 cím alatt Prokofjev Péter is a Farkas című meséje, zenés meséje csendül föl. Ugye a koncepció vagy a gondolatiság mögötte az az, hogy ugye olyan zeneműveket választanak, ahol ugye állati hangokat a zene nyelvén szólaltatnak meg. Nyilván ez nagyon tetszik a gyerekeknek is. Mit tapasztaltak eddig? Nagyon szívesen hallgatják ezt a művet. Itt a Péter és a Farkasban a narrátor, aki elmeséli a történetet folyamatosan, segít megérteni, és hát egyáltalán felépíteni a sztorit. Általában milyen hosszú előkészületek előznek meg egy-egy ilyen koncertet, például a mostanit? Most szeptember óta folyamatosan dolgozunk ezen, de összességében én azt mondom, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt kezdődtek ezek a munkálatok. Eleinte az is akadály volt, hogy nem rendelkeztünk megfelelő hangszerekkel, hiányzott például az A-klarinét, de most így a Kodály program kapcsán sikerült ezt is pótolni, és ez is például alapvető ahhoz, hogy ezt a művet meg tudjuk szólaltatni. Ha kicsit belemegyünk ennek a filozófiájába, vagy a gondolatiságába, hogy az állathangok és a zene vajon milyen közel áll egymáshoz, milyen tanulságokat lehet levonni? Én úgy gondolom, hogy ez a mai koncerten nagyon előtérbe fog kerülni, hiszen Mácsai János vezetésével zajlik ez a mai hangverseny, és már a próba alatt is tettünk különböző egyeztetéseket abban az irányban, hogy hogyan mutassuk be a különböző hangszereket, és a gyerekek fogják kitalálni, hogy milyen állatot személyisítenek meg. Tehát ahogy az emberi hangot is tudja utánozni egy hangszer, ugyanúgy az állatokét is könnyedén. Igen, hát én úgy gondolom, hogy például a fuvola azt nagyon könnyen beazonosítják az emberek, talán egy kicsit az oboát nehezebb lesz összehozni a kacsával, és a klarinét is, mint macska, abszolút hozni fogja a karaktert. Prokofjev Péter és a Farkas, illetve a Borodyin poloveci táncokat már körülbelül másfél éve próbáljuk. Több koncerten eljátszottuk, eltettük érni, újra elővettük, szóval sok-sok gyakorlás és gyakorlási módszeren esett át a darabnak minden egyes részlete, és hát nagy öröm számunkra, hogy most itt pedig debütálhatunk ezekkel a darabokkal, ezzel az orosz műsorral, ami egy koncepció is a zenekar részéről, hogy népek, nemzetek muzsikáját játszhassuk, vagy éppen évfordulókhoz kötődően lépjünk föl. 2 éve például a Kodály év során Kodály Hári szvittjét adtuk elő, úgyhogy nagyon széles a zenekarnak a repertoárja, és mindig a mi éppen legjobban megy, és van egy tematikája a koncertnek, akkor ilyen módon készülünk egy izgalmas repertoárra, ami tulajdonképpen folytatása a tavainak, hiszen tavalyi koncertünk volt az Állati zenék 1, akkor a Saint-Saëns Állatok farsangja című mű hangzott el, illetve Vivaldinak egy fuvola versenye, a Tengelice, amit Farkas Sára kolléganőm játszott, úgyhogy most pedig az Állati zenék 2-vel készültünk, hiszen a Péter és a Farkas című műben is sok állat felvonul, és ezáltal a gyerekek hangszereket, hangszíneket ismerhetnek meg, és társíthatják ilyen állathangokhoz, illetve a Borodyin poloveci táncokban pedig szilaj lovasok dobogása fog megjelenítődni, ez így kapcsolódik az állati zenékhez. A férjem Füzesíri Attila karmester, aki egy profi zenekarban is játszik, és ő folyamatosan úgy játszik a saját főállású munkahelyén, a Doknányi zenekarban, hogy figyeli a repertoárt, és ennek megfelelően nézi, hogy mi lenne jó a Kró Szimfonikus Zenekarnak is. Tehát tulajdonképpen
az, hogy másfél éve próbáljuk ezeket a darabokat, ez legalább másfél év ilyen gondolkodás és repertoár előkészítés, kotta beszerzés, sok-sok egyeztetés előz meg, úgyhogy nagyon fontos számunkra, hogy a gyerekeknek olyan műsort adjunk, amik remek művek, amit el tudnak játszani, vagy fejlődnek, tehát, hogy egy újabb szintet kell megugrani, de hát ezt nagyon sok művésztanárunk segíti ezt a munkát, akik minden szólamban jelen vannak, a vonós, illetve a fúvós szólamokban, illetve a zongora művészek is közreműködnek, úgyhogy nagyon összetett folyamat, tehát éppen ezért időigényes is, de a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, és ennek is köszönhetjük, hogy hosszú ideig megmaradnak a hangszer tanulás mellett, mert ez sikerélményt ad nekik, együtt fel tudunk lépni nagyon neves helyeken, külföldön, belföldön egyaránt. Tulajdonképpen a diákjainkra, illetve mindenkire férjemmel együtt van egy koncepciónk, hogy teljes emberként tekintünk, tehát amellett, hogy szakmailag szeretnénk a legjobbat nyújtani, szeretnénk, hogy itt egy jó közösség legyen, tehát hogy fejlődjenek minden szempontból, és egymással kommunikáljanak, közös élményeink legyenek, éppen ezért tanulmányutakon vesztünk részt, és rengeteg a közös program, ami nyilván inspirálja azt, hogy gyakoroljanak és járjanak próbára, de maga a cél az, hogy sikeres koncerteket adjunk együtt. Egyszer volt, hol nem volt. Egy távoli, elrugott kis faluban élt egyszer egy kisfiú, akit Péternek hívnak. Nagyon fontos számomra az, hogy a gyerekeknek a figyelmét folyamatosan megtartsam, és ezt szerintem úgy lehet a legjobban elérni, hogyha egy picit még jobban rájátszik az ember a hangjára. Ugye nagyon fontos, hogy az embernek legyen mondjuk egy kellemes hangzása, egy kellemes hangneme, és akkor, hogyha egy picit játszik, és egy picit megemeli néha-néha a hangját, akkor látszik a gyerekeken, hogy felcsillan a szemük, új karakterek bejönnek, és akkor mindjárt érdekesebb az egész előadás, és akkor ezzel fel lehet az ő érdeklődéseket tartani. Nagyon fontos az, hogy nem csak hallanak valamit, egy előadást, hanem van egyfajta szöveg is, és akkor ez a kettőnek az elegye egyfajta ilyen mesevilágot terem számukra, el tudják képzelni a karaktereket, el tudják képzelni, hogy mit éreznek, mit láthatnak, hogyan élik meg az egész szituációt, és akkor így összeáll az egész kép, és ez egyfajta ilyen élő mesévé válik. Szerintem ez egy viszonylag nehéz darab, mert többfajta szereplőt kell úgymond életre kelteni, és nem mindig teljesen értelmű, még talán a felnőttek számára sem, hogy melyik etűd után melyik következik, és hogy miért vannak a váltások, és akkor ezek a szövegek azok, amik összekötik gyakorlatilag ezeket a kis részeket.